Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Szakács és cukrászképzés indul szeptembertől az Árpád-fejedelmi Katolikus Gimnáziumban. Az ingyenes felnőtt képzésekre augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Az elméleti és gyakorlati oktatásból álló 2 éves képzésről a gimnázium igazgatóját, Tóth Gabriellát kérdeztük. 2 új képzés indul az Árpád-fejedelmi Gimnáziumban szeptembertől. Ezek ingyenes képzések, cukrász, illetve szakácsképzés. Mit lehet tudni a képzésekről? Ez egy teljesen új képzés, illetve ágazata az iskolánkban, hiszen eddig szakács-cukrász képzéssel nem foglalkoztunk, és igazság szerint felnőtt képzéssel sem, tehát ez ugye kizárólag felnőttek számára lesz elérhető ez a képzés, tehát 18 év felett lehet rá jelentkezni. Nem szükséges komolyabb iskolai előképzettség hozzá 8. általános elvégzésén kívül, illetve az a feltétel még, hogy ne rendelkezzen az illető 2 ingyenesen megszerezhető szakmával, hiszen most már 2 lehet szerezni, tehát akár mindkettőt ebben a képzési formában, vagy ha valakinek van már egy másik szakmája, akkor egyet a szakács-cukrász képzést azt megszerezheti. Ugye 2 éves képzésről van szó, általában ezek a felnőtt szakképzések 2 évesek szoktak lenni, nem nagyon érdemes jobban lerövidíteni a képzést, mert azért az a színvonal, meg a szakmai tudásnak a rovására menne. Így is ugye 1 héten 2 alkalommal lesznek ezek a képzések. Péntek délután és szombat délelőtt tervezzük, hogy tudjon igazodni a munkavégzéshez, tehát hogy mindenféleképp az a cél, hogy valaki munka mellett is el tudja ezt a szakképesítést végezni, és meg tudja szerezni ezeket a szakmákat. Az első fél év csak elméleti képzéssel fog indulni, és azt gondolom, hogy ez is egy nagy könnyebbség, hogy nem kell az elméleti képzéshez kimozdulni otthonról, hiszen e-learning tananyag formájában, online formában tudják a hallgatók megszerezni, vagy elvégezni az elméleti alapozást tulajdonképpen. Ez így fog zajlani a 2 év során is, hogy az elméleti képzés az mind online tananyag segítségével fog történni, amit nyilván megkapnak a jelentkezők, és utána akár saját időbeosztásuk alapján meg tudják tanulni, viszont konzultációs lehetőségre lesz nekik módjuk itt a péntek délután és szombat délelőtti órákban, viszont amikor a gyakorlati képzés beindul, ez csak a 2. fél évtől lesz, akkor viszont annak a helyszíneit Kisteleken az Árpád-fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikumnak az új tankonyhája lesz, és tancukrászata lesz, amely egy pár évvel ezelőtt kezdődött az építése, és ugye 1 évvel ezelőtt fejeződött be. Gyakorlatilag a pályázatnak is célja volt az, hogy egy új szakképzés kerüljön bevezetésre, aminek az első lépéseit tesszük meg azzal, hogy felnőtt képzés formájában ezt a szakképzést bevezetjük. Erre segítségünkre a Gyulai Gönnöcs Benedek Katolikus Szakképzőiskola van, akik ugyanúgy a Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában lévő középiskola, és náluk nagy hagyományra tekint vissza ez a fajta képzés, akár nappali, akár ilyen esti tagozatos formában. Úgyhogy most az elméleti hátterét, az oktatókat, az egész képzésnek a megvalósítását, ezt rájuk bízzuk az első években, viszont a helyszínét mi fogjuk adni, és ezzel lehetőséget biztosítunk a Kisteleken és környékén élőknek is, hogy megszerezzék ezt a szakképzettséget. Későbbi években nyilvánvalóan terveink között szerepel, hogy teljes mértékben átvegyük iskolai szinten is ezt a képzést, és akár kiterjesszük nappali tagozatos tanulók számára is, tehát hogy esetleg lehessen alternatíva a 14 éves 8-os tanulóknak is, hogy szakács-cukrászként is ne csak Szegeden vagy Félegyházán szerezhessék meg ezt a szakmát, hanem nálunk is. De ehhez nyilván nagyon sok minden kell, törvényi szabályozóknak kell megfelelnünk, hogy ezt beindíthassuk, úgyhogy ezt a folyamatot így indítjuk el. Az ősszel induló képzésekre meddig lehet jelentkezni? Hát elméletileg augusztus 31-ig, viszont mivel azért korlátozott a létszám, hiszen úgymond a Gyulai iskolának a
jó szándéka alapján az ő létszámokból tudunk indítani, ezért maximum 30 főt tudunk fogadni összesen. Ez nyilván megoszlik a két fajta szakképzés között, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, aki szeretne jelentkezni, hogy tegye meg minél hamarabb, mert mi is bedelik a létszám, mert nem fogunk tudni akkor több embert fogadni. Nyilván ez a konyha meg tancukrászat is nem korlátlan létszámra van kialakítva. Annak ellenére, hogy nagyon tágas és egész Csongrád-Csanád megyében ez az egyik legjobb tankonyha, legjobban felszerelt, legmodernebb, úgyhogy azt gondolom, hogy itt öröm lesz a tanulás. Hol tudnak jelentkezni a képzésre? Az iskola honlapján a www.afg.hu oldalról elérhető a jelentkezési lap, amit ki lehet tölteni, és online formában az iskola e-mail címére el lehet küldeni, de ha valakinek ez nem megoldható, akkor be tud jönni az iskolába, személyesen is tudunk jelentkezési lapot adni, és az személyesen leadható az iskolában egész nyáron, délelőtti órákban van valaki az iskolában, úgyhogy átadják, mi ezt összesítjük, már van is néhány jelentkezésünk. Különféle karbantartási munkákkal készülnek szeptemberre a Szivárványóvodában. A nyári időszak lehetőséget nyújt a már szükséges fejlesztések elvégzéséhez is. Stábunknak Sejben József, az óvoda főigazgatója foglalta össze a nyári teendőket. Nyári karbantartási munkálatok zajlanak a Szivárványóvodában. Milyen munka történik itt a falak között? Így van, ugye Kisteleken, hál' Istennek két óvodánk is van, és meg tudjuk azt tenni, hogy még az egyik beszáll 4 hétre, és ilyen karbantartási munkákat el tudunk végezni, addig a másik ügyel, aztán következő hónapokban meg ez megcserélődik. Idén júniusban volt a Szivárványóvoda zárva. Hát nyilván ebből a 4 hétből 3 hét tulajdonképpen azzal telik el, hogy a dajkanénik is, karbantartók is kiveszik a szabadságaikat, de viszont itt az utolsó héten, ahova elérkeztünk most, rengeteg munka vár ránk, hogyha szétnézünk itt az udvaron, itt voltak azért viharok, zivatarok, ágak, falevelek lehullottak, a karbantartóinknak rengeteg játék volt, amit felújításra szorult, festeni kellett, meg kellett húzni a csavarokat, újra kellett telepíteni, elkorhadt a fa, ezeket elvégezték. Ugyanakkor a csoportszobákba is a játékokat, az eszközöket, bent lévő eszközöket is fertőtleníteni szokták ilyenkor a dajkanénik. Ugye voltak festési munkálatok, ilyenkor minden évben nem tudjuk az összes csoportszobát kifesteni, meg nem is ez a cél, hanem mindig a legjobban rászoruló csoportszobákat azért tisztító meszelést alkalmazunk, és így az önkormányzat segítségével Sebők Gyula mesterember elvégezte ezt a feladatot nagyon ügyesen és gyorsan, úgyhogy most éppen ott tartunk, hogy a bútorokat pakoljuk majd visszafele a dajkanénikkel és a karbantartókkal. Ugyanakkor majd a lendő fejlesztések is, tehát az óvodai bővítés, meg a bölcsödei építkezésnek az előkészületei tulajdonképpen azok is folytatódnak. Mekkora volumenű volt ez a fejlesztés itt az elmúlt pár hétben? Hát így a volumenű, az annyi, hogy ezek nyilván mi ezt meg tudjuk oldani házon belül, tehát így összegekben nem tudok nagyot mondani, mert ez nem pénzbe kerül, hanem ez inkább összegerebézni a faleveleket, a leszakadt ágakat, a festőanyagokat, az ecseteket nyilván ezek a rendelkezésre állnak, és a költségvetésünkből ezeket tudjuk állni, a hiányzó alkatrészeket, léceket, csavarokat, ezeket megvesszük, slagokat megvesszük az öntözéshez, és akkor ez pár százezer forint max. Maximum ilyenkor nyáron, és ez nyilván egyeztetve van, tehát ez a költségvetésbe ez belefér. Mikortól tudják fogadni a gyermekeket? Hát úgy néz ki, hogy ugye nekünk most ez az utolsó hét, ami még zár vagyunk, tehát a jövő hét, tehát ez július 27-e vagy 9-e, 29-e hétfőn nyit újra a Szivárványóvoda. Ezzel a nappal az eddig nyitva lévő hét szivárványóvoda bezár. Ők most kezdik majd meg a 4 hetes zárvatartást és a szabadságolást, úgyhogy a gyerekek majd jövő héten már itt az óvoda udvarán is fognak, itt töltik majd a szünetet. A hét szivárványóvodában milyen fejlesztések várhatóak ebben az időszakban? Igen, a Hétszínvirág óvodában ugye szeptembertől elindul egy újabb csoport, amit úgymond saját erőforrások
igénybevételével fogunk megvalósítani, addig még meg nem épül az új csoportszoba, tehát rendelkezésre állt ott egy szoba, ami majd csoportszobával alakul, az öltöző és a mosdó kialakítása az tulajdonképpen úgy fog megtörténni, hogy az már megvan, hanem kis átszervezéssel tudják majd a gyerekek ezt használni. Az eszközök beszerzése a nyár folyamán úgy tudom, ez meg fog történni, ami ilyen fektetők, asztalok, székek, stb. És akkor szeptembertől ott el fog tudni indulni az ötödik csoport, ami férőhelyszámbővítés. Ugye azt kell tudni, hogy szeptembertől most már mindkét kistelki óvodánk 125 férőhelye fog működni. Ez így kicsit nagyobb mozgásteret enged abba, hogy a csoport létszámok így nem 30-hoz közeliek lesznek, hanem 20 és 25 közé talán be tudjuk őket szorítani. És ma még arra is sor fog kerülni, hogy a Huszkani Tóth Ildikóval és a Frányó Mónika tagintézmény igazgatókkal egyeztetve az első körben elutasított 2,5 éves gyerekeket most újra felülvizsgáljuk, hogy hány gyereket tudunk közülük csak felvenni szeptembertől. Mekkora kapacitása van az óvodának? Lehet-e még beiratkozni? Hát beiratkozni azt mindig lehet, nyilván az elbírálás, ugye a beiratkozás az megtörtént tulajdonképpen erre a tanévre április végén, és első körben azokat tudom áprilisba, májusba fölvenni, akiket kötelező, hogy fölvegyük, tehát akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Jelentkeztek több olyan szülő és gyerek is óvodába, akik csak 2,5 évesek, vagy majd csak október, november, ez év decemberibe fogják betölteni a harmadik életévüket. Ezek közül a gyerekek közül most újra fölmérve, hogy milyen létszámok alakultak ki, és a Hétszínvirág óvoda, hogy egy csoporttal több lett, ezáltal úgy néz ki, hogy lesz arra lehetőségünk, hogy ezek közül a 2,5 éves gyerekek közül, akik első körben elutasításra kerültek, lesz lehetőség arra, hogy ezek közül a gyerekek közül föl tudjunk venni még most körülbelül 10 főt biztosan. Munkahelyteremtéssel is járhat ez az új csoport? Természetesen egy új csoport, az két új óvónénivel, meg legalább egy dajkanénivel jár. Úgy néz ki, hogy ha nem is sokan, de voltak jelentkezők, ezek elbírálása szintén augusztus hónapban meg fog történni, hogy szeptember 1-től tehát az zökkenőmentesen el tudjon indulni a tanév. A perzselő hőség nem csak az emberi szervezetet, hanem házi kedvenceink, haszonállataink szervezetét is megviseli. A következő percekben dr. Dakó Zoltán állatorvos oszt meg hasznos információkat a hőguta tüneteiről és kezeléséről. A nyári magas hőmérséklet nem csak az emberi szervezetet, hanem kisállataink, haszonállataink szervezetét is megviselik. Mit tehetünk? Valóban az utóbbi 2-3 hétben előforduló extrém magas hőmérsékletek minden állandó testhőmérsékletű állatnak a szervezetét megviselik. Nagyon sok esetben találkozhatunk már a különböző híradásokban is hőgutás esetekkel, de a praxisunkban is fordult elő az utóbbi időben hőgutás eset. Sokszor mentetetlen állapotban is találtunk állatokat. Ugye az állandó testhőmérsékletű állatok, házi kedvenceink és a haszonállatainkra egyaránt igaz, hogy őnekik nagyon fontos ez az állandó testhőmérséklet. Ezen a hőmérsékleten folynak rendesen a megfelelő biokémiai folyamatok a szervezetben. Ezeknek mind negatív irányba, tehát a kihűlés, mind pedig a túlmelegedés, túlforrósodás irányába való eltérés nagyon komoly anyagcsere folyamatokat tud blokkolni, vagy tönkretenni, fehérjéket tudja tönkretenni, és ezáltal gyakorlatilag az élettel összeegyeztethetetlen állapotok alakulhattak ki. Alapvetően a hőség hatása biokémiailag ez a szervezetre. De meg kell különböztetnünk a túlmelegedésnek vagy a túlforrósodásnak, latinul ezt hipertermiának hívjuk, a hipertermiának kettőféle változatát. Van a szabályozott, azaz regulált hipertermia, amelynek képviselője a láz. Ez különböző fertőzéses esetekben baktériumok, vírusok által előidézett bonyolult immunológiai folyamatok eredménye. De ez egy szabályozott testhőmérséklet. És van a hőtorlódás, vagy hőstressz, ezek még az enyhébb formái a hipertermiának, amely végül aztán akár a hőgutába is átcsaphat, ami már sokszor fatális végkimenetelű. A különbség a hőstressz és a hőguta között annyi, hogy általában a hőguta már nagyon nehezen visszafordítható folyamatokkal jár. A hőstressz az viszont egy hosszabb ideig fönnálló, főleg haszonállatoknál lényeges abból a szempontból, hogy
mennyire befolyásolja a termelést, legyen az húsgyarapodás, tejtermelés, fogantatás, vemhesülés, egyebek. A hőtorlódásnak és alapvetően a hőgutának az a lényege, hogy az állat a saját védekezési mechanizmusaival, hiszen vannak neki, különböző állatfajonként különböző védekezési mechanizmusai vannak, ezek nem tudnak elég hőt leadni a szervezetében, és gyakorlatilag ez az egyensúly fölborul. Ugye a külső környezeti hőmérséklet az állandó, a belső környezeti hőmérsékletünket szeretnénk állandóan tartani, ehhez viszont különböző úgymond módszereket kell bevessen a szervezet. Nagyon fontos például az izzadásnak a folyamata. Egy kiváló hőleadási forma a verejtékmirigyeken keresztül zajlik. Igen ám, viszont háziállataink között jelentős különbségek vannak. A ló esetében kiváló izzadást figyelhetünk meg. A szarvasmarha szintén jól izzad. A kutyusok és a cicák viszont már csak a talpárnájukon keresztül tudnak izzadni, ami egy nagyon pici felület. És ott a sertés a sor végén, aki viszont egyáltalán nem tud izzadni, mert vannak ugyan verejték mirigyei, de ezek nem működnek. A másik lehetséges megoldás a lihegés. Ugye alapvetően észrevehetjük, főleg társállatainknál, hogy intenzíven lihegnek. Kutyusra nagyon jellemző. Ezáltal ugye a kilégzésnél vízpára is távozik a szervezetből, ezáltal próbál hűteni, és ugye külső környezeti hőmérsékletet ellensúlyozni. Fokozza a légzésnek a frekvenciáját, fokozza a szívfrekvenciát, pulzusszámot, ezáltal próbál ellenállni a külső környezeti hőmérsékletnek. Még egy nagyon fontos dolog, amely gyakorlatilag mindegyik állatfajnál jellemző, ha megfigyeljük ilyenkor, főleg rövidebb szőrű kutyusokon, cicákon vagy lovakon, amelyeknek rövidebb szőre van, láthatjuk, hogy a felületes vénák teljesen ki vannak tágulva. Ők is próbálják, ezzel is próbálják ugye a hőt leadni. A végtagok mindig hűvösebbek, mint a test központi részének a hőmérséklete, és ezáltal próbálja egy ilyen ellenáramú hőkicserélő rendszerrel, ez működik egyébként a hidegben is, és működik a forróságban is, a hőt leadni. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a mechanizmusok vannak, viszont nagyon-nagyon lényeges, mind haszonállat, mind pedig társállataink körében, hogy mi mit tehetünk, mint emberek ezzel kapcsolatban, hiszen az állatvédelemnek része a gondoskodás az állatainkról. Nagyon fontos, hogy amennyiben csak lehet, főleg haszonállatokra igaz ez, árnyékot tudjunk biztosítani nekik. Ne a tűzőnapon kelljen élniük ezeknek, kint lenniük a területen, legyen az legelés, legelő vagy istállós tartás, karámos tartás. Szintén nagyon fontos, hogy mindig friss ivóvíz legyen előttük. Ha csak lehet, nekünk is jól esik egy hideg ásványvíz, vagy hát bizonyos esetekben némi nemű hideg sör, ha meg lehet ezt tenni, ő nekik ugyanúgy jól esik, nem szeretik ők sem meginni a langyos, akár sokszor már beposhat vizet. Haszonállatainknál, a legelős tartásnál nagyon lényeges, hogy ne a forróságban legeltessünk, de ezt azért alapvetően az állattartó gazdák többsége ezt tudja nagyon jól. Ne a forróságban legeltessünk, hanem vagy kora hajnalban, vagy késő este, alkonyat környékén. Társállataink viszont ugye nincsenek legelőn alapvetően. Őnekik ugyanúgy fontos, amennyiben lehetséges, mindig friss ivóvíz, hűvös ivóvíz legyen előttük. Nagyon fontos az, hogy lehessen nekik elbújni olyan helyekre, tehát az ilyen vashordóban tartott kutyusok, stb. Ezt teljes mértékben felejtsük el. Szintén kiemelendő, hogy ha sétáltatunk kutyust, vagy esetleg cicát, esetleg vadászgörényt, bármelyik állatfajt sétáltatunk, lehetőleg ne a forróságban tegyük ezt. Tegyük hajnalban, kora reggel, vagy tegyük alkonyatkor, késő este, akár sötétben is. Szintén nagyon fontos, hogy kerüljük a betonozott, aszfaltozott területeket, tűzforró az aszfalt, a talpárnáikat megégeti, és utána ezekből is lesznek ugye sérülések. Tehát ez nagyon-nagyon fontos.
Valamint szintén nagyon fontos, hogy amennyiben rizikóbeteg állatunk van, mert ilyenek lehetnek szívbeteg, kutyusok, ugye a szívférgesség nagyon elterjedt erre kistelek környékén is sajnos, akár szívbeteg, akár légzés, akár rizikóbetegnek számítanak a dús szőrzetű kutyusok, hosszú szőrű kutyusoknál nyilván érdemes a nyírásra odafigyelni. Nem mindegyik kutyafajtánál működik ez, de például a komondornál nagyon jó, hogyha le van nyírva a szőre is. Mert ezek az betegek, vagy ezek az állatok, bocsánat, nem betegek, ezek az állatok sajnos jobban ki vannak téve a hőtorlódás veszélyének, hiszen pont a légzés és a keringés, ahogy korábban említettem, szükséges a perfekt lihegéshez és azzal való hőleadáshoz, viszont ehhez, ahogy mondtam is korábbiakban, szívfrekvenciát, pulzusszámot növelni kell. Egy beteg szívvel ez nem olyan egyszerű. Egy veszélyeztetett légzéssel, egy légúti megbetegedéssel szenvedő állatnál szintén nem. Itt külön ki kell emelnünk a rövidfejű, úgynevezett brachicefál kutyusokat, francia bulldog, mops, stb. Őket külön ki kell emelnünk, őnekik amúgy is nehézkes a légzésük. Úgyhogy ez nagyon fontos. Amennyiben viszont hőgutának a legkisebb gyanúja merül föl, ugye miből vesszük ezt észre? Ugye elmondtam a biokémiai folyamatokat, nem ez a legfontosabb, mert ezt nem látjuk. Amit viszont látunk, hogy az állatnak a mozgása dezorientált, összerendezetlen, kóvályog, esetleg látjuk az intenzív, nagyon intenzív lihegést, szinte már habzik a szája sokszor. Ezt is láthatjuk. Ugye kialakul egy agyvelő és agyburok vizenyő a hőguta esetében, ott is ugye kitágulnak az erek, ezért fog majd vizenyő föllépni, ez is okozza a mozgásorientációt. De hogyha ezt az állatot megtapogatjuk, már érezzük, hogy tűzforró a teste. Ezek azok az alapvető, talán tüneteknek mondható kórformák, amelyek esetében mi még közbe tudunk lépni, mint állattartók. Ugye azonnal hűvösre be kell vinni, hidegvizes borogatás mehet, nagyon fontos a mellkast, kerülni kell, és alapvetően nem kell egyből az ilyen kutyusokat, cicákat jegelni, mert azért ez mindenféleképpen károsan tud visszaütni. De kell a hűtés. Klímás helységekben be lehet vinni őket. Szintén nagyon fontos az ivóvíz. És ugye nagyon fontos, hogy lassan kell lehűteni ezeket az állatokat, úgymond, szabad így fogalmazni. Nagyon lényeges, hogy nem szabad azonnal, tehát se a fagyasztóládában, sehova ilyen ötleteink ne legyenek, ne tegyük be őket. Amennyiben egy fél-egy órán belül nem kezd el rendeződni a helyzet, akkor viszont már szükség lehet az állatorvosi segítségre, valamint akkor is, hogyha ennél súlyosabb megjelenési formáját láthatjuk a hőstressznek, akkor szintén nagyon fontos állatorvosi segítség, és adott esetben infúzióval, egyebekkel kell megpróbálnunk lehúzni az agy hártya is, illetve az agyvelőnek a vizenyőjét, illetve azzal is remekül lehet hűteni. Nagyon fontos, akinek van otthon lázmérője, akár digitálisak is, egy végbélbe fölvezetett, nagyon egyszerű módon mérhető az állatnak a testhőmérséklete, és ott, ha ott ilyen 41 foknál magasabbakat látunk, vagy esetleg kiakad a lázmérő, akkor abban az esetben azt hiszem, hogy teljesen bizonyított, hogy a maghőmérsékletet az állat nem tudja tartani. Ami még egy klasszikus probléma, amivel elkerülhetjük ezeket az eseteket, és nagyon fontos, nagyon sokan járnak autóval, ne hagyjuk sem a gyermekeket, sem pedig kisállatainkat, akármilyen lehúzott ablakkal sem a tűző napon, 60-70 fokos hőséget elő tud idézni a nap az autóinkban, és amikor leáll a motor, nincs klíma. Úgyhogy igazából ez még egy nagyon fontos és lényeges dolog. Úgyhogy ami még esetleg egy otthoni megoldás tud lenni,
Elkerülendő az egész, főleg bentartott kutyusoknál, hogy nincs klíma mondjuk, de cicáknál is működik, hogy fogunk egy vizes palackot, megtöltjük vízzel, lefagyasztjuk, törőközőbe betekerjük, oda tesszük az állat fekhelyére, és nagyon sokszor ő saját maga oda fog feküdni mellé, mert hogy nekünk is jól esik a hűvös, ő nekik is jól esik a hűvös. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben hagyományos népi hangszerekkel ismerkedhetnek meg a Dóci Hazatekergő mesetáborban. Ellátogatunk a Kisteleki Horgász Egyesület nyári táborába, és Antal Imre atya búcsú miséjét is megtekinthetik. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!